Egyébként az értékes díjakon az alábbiak szerint osztoztak a versengő diákok. Első lett a Zrínyi Deák Somogy megyéből 128 ponttal, második a Médiák Tolnából 127 ponttal, és harmadik a Nánai Lapforgató diákok, ők Heves megyeiek, bennünket képviseltek 124 ponttal. De beszélgessünk tovább a témáinkról, amit az elején ajánlottam. 13. prepanap volt a liceum épületében az elmúlt hétvégén. Köszöntöm stúdiókban dr. Dobos Józsefet, az EGRI tanítóképzés öreg diákok baráti körének az elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tanár úr, kezdjük talán ott tulajdonképpen, mit jelent a prepa? Prepa napot tartanak. Ezt már nagyon sokan kérdezték tőlem, és végeredményképpen a valamikori G. Molnár Ferenccel, újságíróval, összegeztük röviden ennek a kifejezését, és rögzítettük prepa, vagy preparika, tehát fiú-lány tanítóképzős. A fiúk a líceumban, a lányok az angol kisasszonyok zárdájában, Egerben. Ennyi a megfejtés lényege. Ez egy EGRI specialitás, nem? Ilyen más nem nagyon van az országban. Nem, máshol. Nincs. Nem. Ez az egy ilyen. Létrejött egy szervezet erre 93. októberében. Kik alapították, és milyen céllal? Alapító tagok között magam is benne voltam, de annak idején Szabó Endre, a kettes gyakorlónak az akkori iskolaigazgatója, mint diák, és Kovács Sándor bácsi, aki a megyei művelődési osztályon osztályvezető helyettes is volt. Aztán Dobó Zoli, Bóta Laci bácsi. Ismert EGRI pedagógusok. Ismert EGRI pedagógusok, Urach István, sajnos már egyiken sem élnek közülük. Összejöttünk a megyei művelődési központban, és életre hívtuk az öreg diákoknak a tanítóképzős diákoknak a szövetségét. Hát ez inkább úgy indult az elején, hogy az EGRI érseki római katolikus tanítóképző intézetnek a megalakulását jelentette, de és szóval végeredményképpen az az igazság, hogy azért alakítottuk, hogy hálával emlékezzünk meg a 15, illetve régi tanárainkra, diák társainkra, azon kívül pedig hát azokra, akik elősegítették bennünket ennek a pályának a kiművelésében, és hogy mi is jó Gárdonyi szerint lámpásai legyünk ennek az országnak. És hát van is mire emlékezni, hiszen 1828 és 57, 1957 között a líceumban működött az EGRI tanítóképző intézet, és hát tulajdonképpen ezeknek a hagyományai tápolják önök, ha jól értem a célt. Igen, szóval végeredményképpen az az igazság, hogy ha 1828-at veszem az alapításnak az évét, amikor Pirker János László püspök úr megalapította az első magyar nyelvű tanítóképzőt, ez teljes egészében működött 1949-ig a líceumban, mert 1949-ben, mint utolsó éves tanítóképzős diák is kiballagtam a kapun, és többet már ide tanítóképzős diák nem jött, mert az államosítás alkalmával 1948-tól, mint állami tanítóképző volt, és 49-ben ballagott ki az utolsó évfolyam, és utána pedig a Ciszterci rendgimnáziumba, a mai a Gárdonyi Géza és Ciszter gimnáziumba költözött át, és ott továbbiakban működött egészen 1959-ig, amíg a felsőfokú tanítóképzést be nem vezették, és akkor szüntették meg Egerben. Különben is ezt a tanárképzésnek és tanítóképzésnek a funkcióját
a Debrecenből ide helyezett pedagógiai főiskola vette át 49-ben. Ez volt a 48-49-es évek, igen, amit ez a 49 szeptemberétől, mint pedagógiai főiskola működött továbbiakban. És a pedagógus képzésnek a legnagyobb észak-magyarországi bázisa volt tulajdonképpen kezdettől fogva. Így van, és a mai napig is. Örülök, hogy ezt tetszik mondani mai nap is. Tanár úr, hogy zajlik egy ilyen prepanap tulajdonképpen? Mit ünnepelnek? Hogy zajlik az eseménysor? Hát az eseménysort általában véve, ugye van az ünnepségnek egy fővédnöke, és évek óta már a fővédnökünk az Eszterházy Károly Főiskola rektora, dr. Hauser Zoltán rektor úr, aki vállalta ezt a nemes feladatot, és mondhatnám azt is, hogy évek óta már nem csak hogy fővédnökünk, hanem segítőnk is minden tekintetben, hogy ez a baráti kör működjön. Mert most az ünnepségnek a napirendje koszorúzásokkal kezdődik reggel. A I.-II. világháborús hősi emlékműnél koszorúzunk, a Gárdonyi emlékműnél, vagyis a márványtáblánál, és a 6. emeleten lévő Somos Lajos bácsi emlékmúzeumot is, illetve szobája előtt is koszorúzunk az ő márványtáblájánál, mert ő egy igen kiemelkedő egyénisége volt ennek az egri tanítóképzőnek, és hozzáfűzném még az első civil igazgatója is, egy nagy tudású, gyermekközpontú ember volt ez az ember. Utána pedig fakultatíve, aki akar, a régiek is, az újak közül is szentmisén vehetnek részt, veszünk részt a barátok templomában, majd 11 órakor kezdődik a fő ünnepség, ahol általában általános iskolás tanulókat, vagy művész, tanárművészeket kérünk meg egy kis előadásnak a bemutatására, énekkart, vagy zenekart. Volt olyan, hogy az edelényi énekkar is eljött köszönteni bennünket, vagy a fúvós zenekar, vagy a Tinódi kórus Füzesabonyból. Nagy Laci valamikori diákja volt ennek az épületnek, és ő vezényletében. Magyarul Észak-Magyarország szerte fölnéznek erre a baráti körre, tisztelik a pedagógust bennük, ha jól fogalmazok. Igen. Szóval, hogy mondjam, nagyon elismerésre méltó ez a baráti kör itten, és különösen azóta, mióta bekapcsoltuk az állami tanítóképzőben végzetteket is. Most például ezen az ünnepségen, ami itt volt, mert ragyogó szép ünnepség volt, arany, gyémánt, vas diplomákat osztottunk ki. Egyet nem tudtunk kiosztani, az lakásán kapta meg gyémánt diplomát Kálba Eged János bácsi, aki nagyon sokáig tanított a Gárdonyi Géza gimnáziumban. Ezek az 50-60-65 éve végzetteknek. Igen, hát ők a mostani arany diplomások azok 1956-ban végeztek, mint tanítók. Tehát 55-ben érettségiztek, és egy évig kint tanítottak, és 56-ban. Tanár úr, 57-ben zárult ez le? 59-ben? Ez a 59-ben. 59-ben. Ha valaki 59 után végzett, akkor az nem lehet már tagja ennek a baráti körnek? De igen, lehet baráti körnek tagja. Sőt, tehát nyitott az Egyesület. Nyitott, igen, nyitott az Egyesület, mert ahogy talán nem említettem is, hogy 2005. szeptember 6-án a megyei, a Bartakovics Béla megyei művelődési központba jöttünk össze, és általában ott szoktunk összejönni havonként, és új alapszabályt hoztunk létre, és attól az időtől kezdve ez a közgyűlés elfogadta, hogy nem csak most már a tanítóképzős öregdiákok baráti köre működik, hanem mint az egri tanító és tanárképzős öregdiákok baráti köre név alatt jegyeztetett be a cégbíróságon, minisztérium felé is, mert erre a minisztériumtól is engedélyt kértünk,
és valljuk is a továbbiakban is, mert igen jó a kapcsolatunk a jelenlegi főiskolával, hogy ez a főiskola most már a jogutódunk, a minisztérium is hozzájárult, és hát előbb-utóbb ugye ezek a deresedő hajú emberek, akik már azért lassan az aranydiplomások is kimennek már, ugye, hogy maradnak még a gyémánt, meg a vasdiplomások, meg a rubint, aki ezt megéri, hogy azért az utánpótlásról is gondoskodni kell. Na most nagy örömömre szolgál az, hogy legalább 30 fővel növekedett a létszáma a volt állami tanítóképzőben végzettek, szerveztük, és az új vezetőség, ami a régieken kívül, csak magam vagyok régi tanítók, már olyan értelemben véve, hogy aki a római katolikus tanítóképzőben, majd egy évet az állami tanítóképzőben jártam és végeztem, 1949-ben. A továbbiakban ugye már ők az állami tanítóképzőben végeztek, és onnét fognak kifutni, és az utánpótlás legalább biztosítva van ilyen szempontból, de ugyanakkor nyitott a tanárképzés, illetve a tanár az Egerben végzett tanárok felé is. És szívesen lesz. Mondhatom úgy, hogy hál' Istennek 45 arany, 6 gyémánt és 3 vasdiplomát tudtak kiosztani most, azért hál' Istennek, mert hogy még élnek és köztünk vannak ezek a régen végzettek. De ezzel lezárul-e az öreg diákoknak a tevékenység egy-egy ilyen prepanappal? Nincs olyan mód, ahol ezeket a példaadó pedagógusokat valahol fölmutatják az utókornak, a jelenlegi fiataloknak, az utánuk következőknek? Gondolok itt akár egy emlékgyűjtemény kiadására, akár egy olyan kötet összeállítására, amiben önök írnak az élményeikről. Volt erre? Van erre példa? Igen. Már beindítottuk, mert rektor úr jó voltából meg tudott jelenni egy röviden az egri tanítóképző története 1828-tól 1959-ig, amit jó magam állítottam össze, és lektorálta dr. Nagy József tanárkartársam. Aki önt váltotta egyébként itt a főiskolán, hiszen amikor ön végzett, ő akkor kezdett. Igen. A főiskolán. Igen. Úgyhogy... Tehát van a példa megörökítésére lehetőség. Igen, mégpedig olyan szempontból, hogy most éppen ezért készülünk kibővíteni ezt a munkát, hogy a régi tanítóképzős diákok emlékeiket, vagy tanárokról, diáktársaikról, egyéb mozgalmakról, hogy mindenféleképpen írják meg a véleményüket, azon kívül pedig hogy egy olyan emlék legyen végeredményképpen az utókor számára, hogy azt nyugodt szívvel és élvezettel olvashassák. Mert most készülünk 2008-ra, tehát a tanítóképző megalakulása 180. évfordulójára, és erre gyűjtjük most már az anyagot össze, és reméljük a legjobbakat, hogy ezt ki is tudjuk adni majd. Hát tanár úr, ehhez csak azt tudom mondani, hogy úgy legyen, jó egészséget és energiát ahhoz, hogy ezek az alkotások létrejöhessenek. Én köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, további jó egészséget és jó munkát az egri öreg diákoknak, elődeinknek, akik példát mutatnak nekünk a köszönöm pályán. Szépen. Hölgyeim és uraim, ez volt az Arról van szó, az Eszterházy Károly Főiskola Liceum Televíziójának heti aktuális műsora. Megtisztelő figyelmüket a műsorban közreműködő kollégák nevében is megköszönöm. Tartsanak velünk továbbra is, nézzék a Liceum Televízió csatornáját. A viszontlátásra!